Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtótájékoztatón megjelenteket. Én Brenner Koloman vagyok, a Jobbik frakcióvezető helyettese, oktatási szakpolitikusa. Soha nem látott nehézségekkel kezdődik a tanév a fideszes kormány mulasztásai miatt. Erről a témáról szeretnék ma a sajtónak beszámolni. Először is azzal kezdeném, hogy kívánok a nehézségek ellenére minden diáknak, szülőnek és pedagógusnak egy a körülményekhez képest jó tanévet, és sok erőt és kitartást, különösen azoknak a pedagógusoknak, akik a hírek szerint sztrájkolni kényszerülnek azért, hogy a Fidesz 12 éve tartó tudás és értelmiség ellenes politikájával szemben végre kiharcolják a nekik járó béremelést. Itt is leszeretném szögezni, hogy a polgári engedetlenség eszközéhez elkeseredettségükben jutó tanárkollégákat megfenyegető közoktatási államtitkár szerint rossz példát mutatnak a tanárok a diákoknak. Én szerintem a Fidesz mutat rossz példát az elmúlt 12 év tudás és értelmiségellenes politikájával. A Jobbik felelős konzervatív pártként a pedagógusokat nem cselédként kezeli, mint azt a Fidesz teszi, hanem felelős értelmiségeként kezeli, és természetesen a 21. században egy Európai Uniós tagállamban minden embernek joga van sztrájkolni. Azt szögezzük le, hogy az elmúlt 12 évben a fideszes egypárti túlhatalom nem csak a pedagógus kollégák, hanem az összes magyar munkavállaló sztrájkjogát olyan mértékben beszűkítette, ami a mi véleményünk szerint felháborító. De nézzük a nehézségeket. Milyen kérdésekkel találkoznak azok az emberek, akik ma, a mai napon megkezdik az oktatásban a résztvétel? Első kérdés, lesz-e tanár az iskolában? 4800 tanár hiányzik a közoktatás rendszeréből a legújabb statisztikák szerint. Hosszú évek óta mondjuk, hogy csak akkor van megoldás erre a vészes tanárhiányra, ha mind a társadalmi, mind az anyagi megbecsültsége a pedagógus társadalomnak a mostanihoz képest lényegesen magasabb lesz. Az azért egyértelmű és egy következő kérdés a nehézségek között, hogy lesz-e fűtés az iskolákban, majd télen. Látjuk már az első híreket, ott van a Barcsi Kollégium esete, a Gyurcsány Tiváni Általános Iskola esete, ahol már most, még meg sem kezdődött a tanév, már bejelentették, hogy nem a normál oktatás keretei között folyik majd a tanév. Ez szerintünk további problémát fog okozni, pedig a minőségi oktatásból a magyar gyermekek és fiatalok egyre nagyobb hányada szakadt le már a koronavírus járvány okozta időszakban is. A következő olyan probléma, amivel mindenki szembesül, a közétkeztetés rendszere, hiszen itt is nagyon komolyan meg fognak emelkedni az árak, hiszen az, hogy az élelmiszer árak teljesen elszabadultak, azt nem csak az iskolákban, hanem a mindennapokban is a magyar polgárok látják. A Jobbik felelős jobbközép konzervatív pártként az oktatást kiemelt nemzetstratégiai ágazatként kezelte mindig. Ezért is javasoljuk ezen komoly nehézségek leküzdése érdekében a fideszes kormánynak a következő intézkedés sorozatot. Először is azonnal csoportosítson át a fideszes kormány az oktatás támogatására az idei évi költségvetésből. Csak tisztelettel jelezném, hogy a tavalyi költségvetési évben 4-5 naponta módosította a Fidesz a költségvetésen. Tehát semmilyen technikai akadálya nincs annak, hogy mondjuk a propaganda minisztérium 100 milliárdját, hogy mondjuk a közmédia 130 milliárdját egyik napra a másikra olyan célokra folytassuk, ami valóban a magyar polgárok érdekeit szolgálja, így az oktatásra. Ebből a forrásból azonnali 50%-os béremelést követelünk a magyar pedagógus társadalomnak, ezzel elejét véve a fenyegető sztrájkveszélynek, hiszen a pedagógus szakszervezetek körülbelül egy ilyen nagyságrendű béremelést tartottak olyan mértékűnek, ami jelen esetben oda vezethetne, hogy megegyezés születhetne egy nyugodt tanévkezdésről. Ezen kívül a családi pótlék azonnali megduplázásával segíteni a Jobbik a beiskolázási hatalmas költségekkel küszködő magyar családokat. Ez a megduplázása a családi pótléknak azonban nem készpénzben történne, hanem egy úgynevezett családi kártyán történne a kifizetés, ami azt jelenteni, hogy kizárólag a gyermeknevelésre fordítható áfakörrel lehetne a családi pótlékot használni. Tehát nem egy
hirtelen mindenki számára hozzáférhető forrást akarunk adni abból a szempontból, hogy aztán azt bármire lehessen költeni, hanem igenis a gyermekek nevelésére fordíthassák a magyar családok ebben a rendkívüli, nehéz gazdasági és szociális helyzetben ezt a pénzt, illetve minden magyar család számára nagyon fontos javaslata Jobbiknak az alapvető élelmiszerek áfájának eltörlése, természetesen átmenetileg 0%-os áfakulcsának bevezetése, hiszen azt gondoljuk, hogy ez nem csak az iskolai közészkeztetés problémáit oldaná meg rövid távon, hanem minden magyar család számára komoly könnyebbséget jelenthetne. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és várnám a kérdéseiket.